A budapesti Honvéd a nagy egyesületek közül elsőként lépett arra az útra, hogy megnyissa kapuit az e-sportolók előtt. Természetesen a cél az, hogy a fiatal e-sportrajongók a hagyományos sportok iránt is érdeklődjenek. Így a Honvéd szabadidős sport szakosztálya sportos foglalkozásokat szervez ezeknek a fiataloknak. A BHS-e szabadtéri Kondi parkjában jártunk egy edzésen. Van egy olyan lehetőség nálunk az e-sportban, hogy ha aktívan sportolnak, akkor kedvezményesen válthatnak e-sport bérletet, és akkor így próbáljuk jobban rávenni őket, hogy jöjjenek hozzánk sportolni. Közel 200 e-sportolónk van, különböző csapatokban, létszámokban játszanak. Célja az, hogy minél több sportot kipróbálhassanak az e-sportolók, hogy nem csak a gép előtt kattingatva egy más térben való online játékokat próbáljanak ki, hanem hogy a szabadban, vagy akár a kondicionáló teremben egy alapálló képességet tudjunk adni, az alap izomzatukat tudjuk fejleszteni. Nagyon fontos, mivel nagyon sokat ülnek a gép mellett, ezért egy tartásjavítást is próbálunk segíteni nekik abban, hogy a koncentráció képességük megnövekedjen. Ezeket nagyon különböző labdajátékokkal és erősítő gyakorlatokkal tudunk nekik segíteni ebben. Felmerül persze a kérdés, hogy a közeljövőben milyen edzések, tevékenységek fognak megvalósulni a programon belül. Így erre is rákérdeztünk. Most már itt a jó idő, még több lehetőségünk van a szabadban sportolni. Különböző labdajátékokat tudunk játszani, különböző sportfoglalkozásokon tudnak részt venni, mint például itt a kondicionáló parkban. Itt nagyon-nagyon sok feladatot tudunk a e-sportolóknak és a szakosztályunk tagjaiknak felajánlani. És nagyon sok rendezvényre megkerestek minket, és az a jó hír, hogy nem csak e-sportban, hanem egyéb más sportrendezvényekre is meghívnak, mert egy nagyon jó példát tudunk azzal mutatni, hogy igenis, akik a gép előtt ülnek e-sportolók, ők sportolnak mellette aktívan. Csak a Honvéd.